Köszöntöm a K-adásának nézőit, mai vendégeink Jakab Péter, a Jobbik szóvivője. Jó estét kívánok! És Molnár Zsolt, az MSZP országos elnökségének tagja. Jó estét kívánok! Első témánk pedig oltalmazottak, menedékkérők, betelepítettek, migránsok, nem tudom, hogy kell most már ezt a fajta kategóriát említeni. Azért nem tudom, mert ha a kormány kommunikációját néztem korábban, akkor az jött le mind az óriás plakát kampányból, mind a nemzeti konzultációból, hogy ide senki nem jön, semmilyen formában, és szerintem az emberek, a magyar emberek olyan 99,5%-a azt se tudta, hogy létezik olyan jogi kategória, hogy oltalmazott. Azt meg pláne nem mondotta, hogy Magyarországon vannak ilyen emberkék. Na most akkor kezdjük elemezni ezt a dolgot. Vannak oltalmazottak, jönnek is oltalmazottak, ENSZ egyezményre hivatkozva. Nem tudjuk igaziból, hogy ők férfiak, nők, gyermekek, tehát pontos, hogy mondjam, képet nem adtak róluk. Mit lehet ezzel kapcsolatban elmondani, hogy lettünk hirtelen oltalmazott befogadó ország? Hát nem is az a legfontosabb kérdés, hogy most férfi vagy nő jön be az oltalmazottak keretén belül, hanem az, hogy bűnözők is bejöttek azzal a 2300 migránssal, akiket Orbán Viktor beengedett. Ugye ezt Pintér Sándor belügyminiszter egy közleményben elismerte. És az igazi probléma az, hogy az elmúlt években másról sem volt hangos a kormányzati média, gondoljunk csak a plakátkampányokra, vagy éppen a közmédiában lezajlott filmekre, mint hogy Magyarországra egyetlen egy migráns sem fog érkezni, és ehhez képest egy Altusz Kristóf nevezetű helyettes külügyi államtitkár volt az, aki lebuktatta Orbán Viktort, és Máltáig kellett menni ahhoz, hogy lebuktassa a saját főnökét, hogy elismerje, hogy 1300 migránst hát mégiscsak beengedett Magyarország, titokban ugyan, a migránsok védelme érdekében. És akkor elindult egy dominó effektus, ez volt az első dominó, ami eldőlt. Azt mondták a kormánypárti képviselők, amikor megkérdeztem őket egy bizottsági ülés után, hogy ez nem volt titokban. A külügyi helyettes államtitkár meg azt mondta, hogy titokban engedték be ezt az 1300 migránst, és ezt követően már nyilván dőlt a dominó, elismerték, hogy végülis nem 1300-at, hanem 2300-at engedtek be, aztán nem 2300-at, hanem 3500-at, és nem egyszeri alkalommal, hanem a betelepítés folyamatosan zajlik, majd ezt követően, hogy emlékezhetünk rá, hogy Pintér Sándor tartott egy sajtótájékoztatót, tehát ő őszinte pillanatában, és elismerte, hogy ezek az emberek nem pusztán bejöttek Magyarország területére, de a kormánytól készpénzt kaptak, segélyt, lakhatási támogatást, munkalehetőséget, de nem árulják-e, hogy mely településekre érkeztek egészen konkrétan, mert hát mit ad Isten, lehet, hogy bérgyilkosok követték őket. Tehát ezek után, hogy a magyar állampolgárok nem tudhatják, hogy a saját lakókörnyezetükben hol vannak migránsok, csak arra készüljenek fel, hogy esetleg, ha mégis vannak, akkor bérgyilkosok lövöldözhetnek majd a környéken, ez egészen elképesztő. És ebben a szituációban már Orbán Viktor is érezte, hogy azért mégiscsak mondani kellene valamit, hogy ő bemenekült a közrádiónak a biztonságos falai közé. És azt mondta, hogy hát lényegében olyan szépen kopogtattak ezek az emberek, de semmi probléma, mert ahogy rendeződik a helyzetük ezeknek az úgynevezett oltalmazottaknak, akkor ők azon nyomban el fogják hagyni az országot, és szó nem lesz arról, hogy például magyar állampolgárságot kapnának. És akkor ehhez képest kiderült, hogy 2015 év végén a belügyminisztérium kiírt egy pályázatot 131 millió forint értékben arról, hogy a migránsok magyar állampolgárságot szerezhessenek, és ezt követően aktívan vegyenek részt a politikai életben, uram bocsán, menjenek el és szavazzanak. Tehát ezek után el kell tenni tényleg a kérdést, hogy akkor most mi is a különbség a Soros-féle migránspolitika, meg az Orbán-féle bevándorláspárti migránspolitika között? Nem azt mondták, de ezt lehetett leszűrni, hogy Orbán migránsai, ha használtam ezt a kifejezést, jó migránsok. Tehát, hogy őket átvizsgálta a titkosszolgálat, hogy megfelelő szűrővizsgálaton estek át, hogy olyan kevesen vagyok, ahogy a Répási Róbert fogalmazott, hogy a magyar rendőrség és a magyar titkosszolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri őket, ezért nem tudnak semmilyen cselekményt elkövetni, ami mondjuk a magyar emberek biztonságát veszélyeztetné. És ehhez képest meg kiderült, hogy jöttek velük késős rablók, szexuális bűnnel követők, börtönlázadók, meg olyan is, akit Magyarországon embercsempész hálózatot szervezett. Nemzetbiztonsági bizottság elnökeként tudom, hogy nem kérhetek olyan információkat, amik mondjuk egy zárt ülésen hangzanak el, de Répási Róbert ugye ezt mondta, hogy olyan kevesen érkeznek, hogy a magyar hatóságok, köztük a Nemzeti Titkosszolgálat, Belügyminisztérium, nem tudom már pontosan, de azt mondta, hogy a magyar szervek folyamatosan figyelemmel kísérik az összes oltalmazott mozgását. Szerkesztő, kérhet nyugodtan akár titkos információt is, ugyanis a Fidesz-KDNP elkövette azt a gyalázatot és gyávaságot, hogy egyszer határozatképtelenítette a bizottság ülést, amelynek ez volt a napi rendje, másodszor pedig nem határozatképtelenítette, hanem el se jött, tehát nem kivonult, hanem el se jött. Látjuk, arra hivatkoznak, hogy ott ül Soros Györgynek az embere Szél Bernadett szemében. Igen, hát ez is egy abszurditás, erről majd érdemes néhány szót váltani, de a témával kapcsolatosan teljesen világos, hogy hazudtak és kettős beszédet folytatnak a menekült válsággal kapcsolatosan, és mai napig nem tudjuk egészen biztosan, hogy most az a helyzet,
hogy Altusz Kristófból Freud szólalt meg, és elszólta magát, hogy mégiscsak volt titkos. Nem is értettem ezt az interjút egyébként. Vagy pedig nem történt más, mint tulajdonképpen a statisztikákban szereplő menekülti státuszok közül az oltalmazottit osztották ki legalább 1300, ha nem több embernek. Több a homálya, kétel és a mellébeszélés. Az a kérdés, hogy miért kellett 10 milliárdokat elkölteni nemzeti konzultációra, különböző kormányzati propagandára, amikor a Fidesz-KDNP, amikor elhagyja Magyarországot, akkor próbál megfelelni egyébként a menekültügyi eljárásoknak, és kettős beszédet folytat, gyalázat, ami a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén történt, illetve hát ami nem történt, hiszen nem tudtuk meg az igazat. Na most ugye önök között ebben nem lesz egyetértés, viszont a kormány mind a ketten tudják ütni ezzel a fajta kettős kommunikációval. Önök ugye korábban, amikor legelőször az Unió azt mondta, hogy a migráció kérdésében volt a Willkommens kultúr, ugye, hogy beengedjük őket, és a nagy európai pártokhoz hasonlóan a Magyar Szocialista Párt is azt mondta, hogy az egyezményeket betartva, aki ténylegesen menekült, annak Magyarországon biztosítani kell helyet, vagy biztosítani kell egy olyan lehetőséget, hogy itt a bizonyos időt eltölt, és onnan tudjon tovább menni a saját útvonal felé. Tehát önök nem zárkóztak el teljesen attól, hogy bizonyos egyezményeket betartva beengedjenek embereket. Bocsánat, a nemzetközi egyezmény betartása igen, nem a szocialista pártól függ. Tudom, amit aláírtunk azért a mondom, hogy az kötelező. Hogy akkor ilyen szempontból korábban ugye azt mondta az Orbán kormány, hogy ő ezt sem fogja. Tehát, hogyha azt mondom, hogy senkit nem engedek be, akkor nem érdekelnek az egyezmények, senkit nem engedek be. Önök azt mondták, hogy tartsák be az egyezményt. Betartották. De emellett ugye meg kettős kommunikációt folytattak, tehát önök most is azt mondják, mint a nagy európai pártok, hogy jöjjenek ide emberek megfelelő arányba, Brüsszelnek engedni kell ezt a dolgot. Tegyük tisztában, a nemzetközi egyezményeknek semmi köze nem volt ehhez a menekültválsághoz. Az előtte kötetett olyan, mint a Genfi, a Dublini igen. egyezmény, azok ugye a méltányos elbírálásról szólnak, amelyek nagy része mai napig hatályban van. Mi erre mondtuk, hogy ezt be kell tartani, de ez szó nincs arról, hogy Magyarországnak be kéne fogadni gazdasági menekülteket, különösen nem terroristákat, különösen nem bűnözőket, legyen szexuális, vagy bérgyilkos, vagy embercsempész, és ami a legfontosabb, a kvótát soha egyetlen mondatunkkal nem támogattuk, tehát a kötelező betelepítési kvóta semmilyen fálfaját nem támogattuk. Mi egyszerűen annyit mondtunk, hogy egy hatályos jogszabályok, amik nemzetközi egyezmények, akár Európai Uniós, akár ENSZ, ez mindenkire nézve kötelező, itt nem lehet őszintén szóval mérlegelni. Hát vannak olyan nemzetközi egyezmények, amelyeket ha aláír valaki, egy komoly országnak ezt be kell tartani. A Fidesz-KDNP is betartja, csak mondom, mert minden évben történik befogadás. Többféle státusz alapján magam jártam, többször lenne a határnál, teljesen egyértelmű, hogy pár százas nagyságrendben minden évben történik menekült státusz kiosztása. Ezért mondom azt, hogy nem tudjuk, hogy Altusz Kristóf most Freudként elszólta magát, vagy pedig csak bevallotta tulajdonképpen azt, ami benne van a statisztikákban, csak nem nagyon hangoztatja a kormány, hogy ezeket a státuszokat osztogatja a kormány. Nem tízezres nagyságrendben, de pár százas vagy 1000-2000-es nagyságrendben minden évben. Tehát nem mondanak igazat, amikor azt mondják, hogy ők semmilyen egyezmény nem tartanak be, és senkit nem fogad be. Ez egyszerűen a hazugság, amit a Fidesz. Megy az a kommunikáció, ugye, hogy a Magyarország nem tartja be Brüsszel kérését most a kvótával kapcsolatban, akkor Magyarország előbb-utóbb például a luxemburgi miniszterelnök szerint kívül találhatja magát az unión kereteiből, vagy az unión kívül találhatja magát Magyarország. Mennyire reális az, hogy végül is engedni kell Brüsszelnek? Tehát, hogyha most önök lennének kormányon, akkor önök milyen tárgyalási pozíciót vennének fel ez ügyben? Teljesen egyértelmű, hogy kötelező jelleggel felülről nyitott kvótát, ami arról szól, hogy egy elosztási algoritmus szerint akár tízezreket, százezreket, vagy akár milliókat osszanak szét az Európai Unióban, ilyet semmilyen módon nem támogatunk. Csináljon a brüsszeli bürokrácia akármit, vagy mondjon a luxemburgi miniszterelnök bármit, ez képtelenség, ez ellenkezik a racionalitással, ellenkezik Európa befogadóképessége, a magyar emberek szándékával, és a baloldali szocialista szavazók se kívánnak ilyet. Hogy kell egy új menekültügyi eljárás, és kell egy új schengeni határvédelmi egyezmény, az egyértelmű, tehát mi azt a pozíciót vennénk. Ez mit akarna? Ez rögtön azt akarná, hogy közös európai határvédelemre lenne szükség, amit nem a magyar adófizetők finanszíroznak, hanem az Európai Unió, ahol valóban csak az jut át a schengeni határon, akiknek valamilyen jogcímre
jogosultságot szerezhetnek. Más szempontból olyan menekültügyi eljárás kell, ahol az Európai Uniót megelőző biztonságos harmadik országokban kialakítják azt a menekültügyi eljárást, azokat a befogadó állomásokat, azokat a ellátó intézményeket, amelyek méltók és korrektek ezeknek a háborús övezetből menekülteknek a ellátására, akár hosszú évekig. Ezeknek nagyon komoly finanszírozási igényei vannak, tehát azt nem is állítjuk egy pillanatok sem, hogy az Európai Uniónak közt a hazánknak ne lenne ezzel komoly feladata, zsebünkbe kell nyúlni, de nem befogadni ezeket az embereket, hiszen biztonságos harmadik ország ma a magyar határ, a schengeni határ és a válságúvezetek között bőven van ilyen ország, és ha ott meg tudjuk oldani ezeket a kérdéseket, akkor ott kell kezelni ezt a kérdést. Jobbik álláspontja teljesen egyértelmű, se szegény, se gazdag, se titkos migránsra nincs szükségünk. Ennek érdekében még az MSZP és a Fidesz által közösen felszámolt határőrséget a Jobbik újra szervezné. Ez egy 8000 fős, főként a határmenti településekből verbúvált, és így módon helyi ismerettel tökéletesen rendelkező alakulat lenne. Ez egészen elképesztő egyébként, hogy pont akkor, amikor a déli határnál zeng az ég, akkor nincsen határőrség, és a rendőröket vezénylik el mindenféle országrészből. Emellett pedig igen, alaptörvényi szinten nemet kell mondani mind a kvótákra, mind pedig a Rogánféle kötvényekre, hiszen ugye itt vannak azért bevándorlás szervező irodák a Fidesz közelében jó pár, offshore háttérrel rendelkező, és jogállant a Habony Árpád köreihez köthető. Tehát amikor itt a stop soros esetleg szóba kerül, hogy illetéket kellene kivetni a bevándorlás szervező civilekre, akkor én azt gondolom, hogy a Rogánféle offshore cégeken kellene kezdeni, csak nem a 25%-át, hanem a 100%-át kéne visszafizetni az államnak annak a vagy annak az összegnek, amit kivettek az adófizetők zsebéből. Ez Schatzper kb. 165 milliárd. Ebben a kérdésben mind a kettőben egyetértünk, kötelező kvóta nincs, kötvénybiznisznek vége, be kell tiltani, nem lehet elfogadni, és külön adót kell kivetni rájuk, miénkünk egy 75%-os. Tényleg, ha más topsorosnál tartunk, tudom, hogy a választások után lesz a voksolás. Döntöttek már, hogy párt szinten természetesen, hogy támogatják? Komolytalan ez a törvényjavaslat. Tehát mi önök nem, mi nem vagyunk soros pártiak, de ez nem sorosról szól, nem a magyar emberek megvédéséről szól, ez a Fidesznek a kampányáról, propagandájáról szól, semmi másról, a Fidesz választási érdekeit szolgálja. A Jobbik elnöksége meg fogja hozni az ezzel kapcsolatos döntést, de egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy ez egy kommunikációs menekülőpálya Orbán Viktor számára, hiszen pont azok után dobták be a stop soros ötletét és járatták csúcsra, hogy lebukott a Fidesz a 2300 milliós befogadásával. Ez még döntés alatt van, de egyelőre ez egy menekülőpályának tűnik. Lépjünk tovább, óriás plakát kampány ezerrel beindult, az országot járva minden... Már akinek beindult, bocsánat, tehát akinek vannak olyan lehetőségek, olyan forrása és olyan... Most így általánosan mondom, és aztán önökre majd kitérek. Fidesznek és a Jobbiknak van természetesen. Bocsánat, csak épp ma olvastam egy olyan hírt, hogy mintha az MSZP Orbán Viktor közeli barátjától, Garancsi Istvántól bérelne, azt hiszem 3300 úgynevezett elefántfület, és valami brutálisan olcsó áron. Nem tudom, milyen viszonyban az MSZP meg a Fidesz között, hogyha ilyen kedvezményeket kap. No, hát akkor térjünk ki erre, mert ugye most akkor elindult az adókapok. Komolyabb húzavona volt ezzel kapcsolatosan, hogy jogszerű-e ez a típusú óriás plakat kampány és piac egyébként. Ez az, amit a villanyoszlopokon látok, két oldalt kirakva. Olyan is van, meg magáról a óriás plakátokról is beszélünk, tehát ennek az egész piacnak az anomáliai továbbra is nagyon zavarosak, de most azok a döntések születtek, hogy jogszerűek ezek a típusú hirdetmények és ezek a típusú kampányolási lehetőségek. De mégis Garancsi úrtól bérel. Ezért hát Garancsi úrtól biztos nem, egy olyan cégtől, ami összefüggésbe hozható adott esetben. Hozzáteszem, nincs más lehetőség, tehát a Szocialista Párt két rossz megoldás között választhatott a miniszterelnök jelöltek közösen. Egyik, hogy nem lesz óriás plakátunk. A másik, hogy kénytelenek vagyunk, miután nekünk nincsenek olyan támogatóink, akik biztosítanak 1000 számra a Szocialista Párt számára óriás plakátot, hogy a piacon lévő lehetőségekből próbálkozunk, és a Fidesz-KDNP gyalázatos módon az egész piacot leszámítva azt, akit nem a másik mágnás ura magáévá tette, csak úgy lehet hozzáférni. A két rossz közül talán a kisebbik rossz döntés született. Nem feltétlenül gondolom én, hogy ez helyes, de a miniszterelnök előtt ezt javasolta, és a két rossz döntés közül lehet, hogy ez a kisebbik rossz. Garancsi István cégétől alapesetben január 1-től 220 ezer forintért lehet két hónapra kibérelni úgynevezett elefántfüleket, és most a kampányidőszakban például 10 ezer forintos áron biztosítja ezt a lehetőséget, ami még egyszer mondom egészen elképesztő, szinte ingyenes támogatást jelent akár az MSZP számára is, nem tudom az ő megállapodásuknak a részletét. Az biztos, hogyha valakivel szemben az elmúlt években a Fidesz plakátfronton fellépett, az pontosan mi vagyunk, hiszen hogy április 1-én mi már indítottunk egy óriás plakátkampányt arról, hogy ti dolgoztok, ők lopnak, és akkor egészen elképesztő módon beindult. Mondanád,
kormányzat ugye azt mondta, hogy nincs lehetőségük nekik, de önöknek van, mert támogatójuk van. Nincs támogató, tehát hogy lenne támogatónk? Van egy fideszes plakátpiac, a Fidesz a plakátoknak a jelentős részét lefoglalta. Vannak olyan cégek, amelyeket plakátadóval tettek tönkre, tehát arra készítették őket, hogy leszereljék ezeket az eszközöket. Meg volt egy ajánlat az Odex nevezetű cégtől, ami meg egy Mészáros Lőrinchez köthető hirdetésszervező cég, amely kísérletet tett arra, hogy nyilván a Fidesznek az ajánlatát tolmácsolva kontroll alatt tarthassa az ellenzéknek a kampányolását. Mi erre nemet mondtunk, és ezek után szétnéztünk a piacon, és egyetlen egy cég volt még, aki nyilván azt látta, hogy őt nem tudja a Fidesz kicsinálni, vagy nem érdekli azt sem, hogyha kicsinálja, és tőle lehetett még piaci áron bérelni plakátokat, de ilyen kedvezmények szóba se jöhettek. Visszatérve, mind a ketten kaptak ázbüntetést. Mire számítanak egyébként? Számomra és a Magyar Szocialista Párt számára követhetetlenné vált az óriás plakátpiac, és minden, ami ezzel összefüggő, legyen ez City Light, Elefántfő, tehát bármilyen köztéri hirdetés, mogulok harca zajlik, amiből a Szocialista Párt kiszorult. Egyébként igen, de az ÁSZ erre figyel. Az ÁSZ kétségtelen, de ugye az ÁSZ-nak a függetlensége is azért megkérdőjelezhető. Azt hiszem, hogy erről beszélgettünk ebben a műsorban, hogy nagyon furcsa, hogy milyen ütemben és hogyan csinálják ezeket a bírságokat. Mi szeretnénk egy tisztességes kampányt, élünk azzal a csekély lehetőséggel, ami adatik, és valóban az óriás... Nem félnek, hogy azt fogják maguk esütni, hogy a kormány egyik kedvelt üzletemberénél költik el a pénzüket? Kétségtelen, bár nagyon tanulságos volt, nem azt mondom, tegnapi napon, amit a frakcióvezetőnktől kérdeztek, hogy amikor még nem akartunk élni ezzel, akkor hogy gondolunk úgy kampányolni, hogy más pártok megjelennek ezen a piacon. A Szocialista Párt már nem is indul a választásokon, hiszen nem látható a közterületeken. Ez volt az egyik kérdés, hogyha ezen túllépünk, akkor jön az a kérdés, amit ön feltesz. Ezért mondtam azt, hogy két rossz megoldás van, én járom az országot, egyelőre találkozok nem kevés fideszes és kormányzati plakáttal, nem kevés Jobbik plakáttal, kevesebb LMP plakáttal, néha látok DK plakátot. A Szocialista Párt nem volt jelen a közterületeken, a miniszterelnök előttnek az a véleménye, ez fenntarthatatlan, ezt el tudjuk fogadni, de kockázatnak látjuk, amit mondom kommunikáció szempontból, de a másikat is kockázatosnak láttuk volna, hogyha kiszorulunk elő a piacról. Nagyon sajnálatos, hogy oligarchák, mogulok és különböző volt kormányzati és jelenlegi kormányzati befolyásos embereknek a csatájával züllött a közterületi reklámpiac. Tehát ön azt mondja, hogy beszállnak ebbe az óriás plakát kampányra, mert meg kell mutatni az arcot, mert meg kell jelenni. Garancsi Istvánhoz köthető cégnél van erre lehetőség. De visszatérve a kérdésemre, az ÁSZ lehet, hogy kevésbé, mondom hipotetikus a kérdés, az ÁSZ lehet, hogy kevésbé fog bírságolni egy Garancsi féle céget, vagy az önök kollerációjában? Az országban nem, én azt nem hiszem, hogy a Magyar Szocialista Párt miatt bármiféle kedvezmény. Nem is így azt el tudom képzelni, hogy az ÁSZ, vagy bármely kormányzati szerv részvehajló a Fidesz számára, ezt simán el tudom képzelni. Önöknél hogyan készülnek? Az ÁSZ gondolom ugyanúgy figyel. Hogyha jogállami keretek között élünk, akkor eddig is arra számítottunk, vagy arra kalkuláltunk, hogy semmiféle problémát nem fog az állami számvevőszék találni, hiszen tavasszal is piaci áron plakátoltunk, most is piaci áron plakátolunk, semmiféle jogsértést nem követtünk el. Sőt, nagyon úgy tűnik, hogy maga az állami számvevőszék követette a jogsértést, amikor például a törvényben előírt 5 napos határidő helyett alig kevesebb, mint 2 munkaórát adott a Jobbiknak arra, hogy adatokat szolgáltassunk az ÁSZ számára. Majd ezt követően az ÁSZ volt az, aki feljelentett bennünket, hogy mi nem működünk velünk együtt. Az ügyészség kimondta, hogy a Jobbik már pedig együttműködött az állami számvevőszékkel. Következésképp akkor úgy tűnik, hogy az ÁSZ nem működött velünk együtt, már pedig az ÁSZ-ról szóló törvény kimondja, hogy az állami számvevőszéknek mindent el kell követni a vizsgálat sikeressége érdekében. Tehát úgy tűnik, hogy maga az ÁSZ az, aki kilépett a törvény és a jogállami keretek közül. Magyarul bármi bekövetkezhet, úgy gondolja? Jogállamban nem, de amikor kilépünk a jogállamiság keretrendszeréből, akkor bármi előfordulhat, hiszen az ÁSZ ma nem a szakmaiságnak akar megfelelni, hanem Orbán Viktornak. Orbán Viktor pedig, ha kell, akkor tisztességtelen eszközökkel is, de hatalmon akar maradni. Ha már Orbán Viktornál tartunk, Elios ügy. Mit lehet levonni jelenleg az Elios ügyéből? Ugye amikor Gyurcsány Ferenc féle 4-es metró beruházás kijött Olaf jelentésileg, akkor az azonnal országos hír volt, minden héten volt legalább sajtótájékoztató róla, most nem ez van. Azzal kezdeném, hogy az egyik vetület ennek egy politikai szál, azért van szükség kormányváltásra április 8-án, hogy ne legyenek újabb Elios ügyek, ne folytatódjon ez a közbeszerzési gyakorlat, ami behálózza az egész országot. Ezért van szükség Karácsony korrupció minden kormány alatt volt, aztán ez alatt is volt korrupció. A korrupció egy társadalmi jelenség, amit nem kötnék kormányokhoz, kormányoktól függetlenül létező szociológiai kategória, ami a baloldali kormányok alatt minimális volt, Fidesz-KDNP alatt meg burjánzik. Hát ez a jobboldali keretek, akkor ez máshogy fogja, más meg... Hát mit mondod át, Orbán Viktor nem mondhatja azt, hogy az ő idejükben intézményesül tökéletes módon, ugye, és nem csak 2014-től, hanem már 2010-től, ennek ugye azért lehet jelentősége.
De nézzük a Delios ügyet. Szerintem az nagyon fontos, hogy az ügynek van egy közbeszerzés és egy büntetőeljárási területe. A büntetőeljárási végig kell nézni az ügyet, mit lehet ebből bizonyítani. Én nagyon bízom benne, hogy a kormányváltás után egy független jogállami ügyészség, rendőrség, bíróság végére fog járni, érintsen ez bárkit is. Van ennek egy közbeszerzés része is. Világos, hogy ez a jelenleg hatályos közbeszerzési rendszer könnyen kijátszható nyomásgyakorlással, kartelezéssel, összejátszással. Hát látszik az, hogy a különböző pályázatok és leadott anyagok szinte teljesen megegyeznek szóró-szóra, Vácon, Jászberényben, Szolnokon lehet sorolni a városokat. Tehát van egy ilyen vetülete is, ezen is változtatni kell, nyilvánvalóan a demokratikus kormány ezen változtatni fog. Büntetőeljárás le kell folytatni, az OLAF jelentésnek következménynek kell lenni, érintsen ez bárkit is, hogy ebből aztán mi lesz bizonyítható, az egy kérdés, hogy bűnszervezet, bűnszövetség, de nagyon bízom benne, hogy egy normális jogállami működésnél, aki bűncselekményt követett, annak felelnie kell. Évszázad korrupciós botrányának tartjuk az Elios ügyet, és nem az összegszerűsége miatt, tehát nem azért, mert 13 milliárdon megkárosították az adófizetőket. Az se kevés, de meggyőződésem, hogyha feláll a Jobbik antikorrupciós ügyészsége, akkor ennél jóval nagyobb visszaéléseket fogunk akár 2002-ig visszamenve feltárni. Nem azért történelmi jelentősége ez a korrupciós ügy, mert egyrészt a szervezet bűnözés jeleit mutatja, másrészt pedig maga a miniszterelnök nyakig benne van. Ez pedig azt igazolja, hogy Orbán Viktor valóban maffia-szerűen irányítja ezt az országot, és maffia-szerűen fosztja ki az adófizetőket. És maga az Elios ügy lényegében csak a jéghegy csúcsa, hiszen itt olyan mechanizmusok mozdultak meg, amelyek eddig is közbeszédtárgyát képezték. Tehát eddig is tudták az egyszerű emberek is, hogy ma Magyarországon a közbeszerzések úgy működnek, hogy jön a kijelölt nyertes Fidesz haver pályán, rászabják a feltételeket, esetleg még néhány fiktív pályázót hoznak maguk mellé, hogy a versenylátszatát fenntartsák, majd ezt követően túlárazva, bődületes pénzekért megcsinálják rossz minőségben a beruházást. Hát az Elios ügy nagyjából ezt foglalta össze, és ez azért nagyon fontos, mert az OLAF ezt tételesen feltárta, ezt a csalás sorozatot, és hát 13 milliárd forint, igen, de 2010 óta csak a túlárazott közbeszerzéseken keresztül 3000 milliárd forintos kárt okoztak fideszes politikusok az adófizetőknek, ami azt jelenti, hogy minden egyes magyar munkavállalónak a zsebéből kivettek 1 millió forintot. Azt mondta, hogy Orbán Viktor, aki benne van, tehát Tiborcz Istvánról beszélünk, a vejéről, erre mindegyik politikus általában, általános kommunikáció azt mondja, hogy ne haragudjon, de hát ugye a lányom férjevel nem is lakom egy háztartásban. Tehát az, hogy ő neki milyen győzelmei vannak, milyen cégügyei vannak, az engem személy szerint annyiban érint, hogy maximum örülök a lányom sikereinek, vagy a családjának a sikereinek. Általában ezt mondja egy politikus, hogyha felteszik neki a családtagjához fűződő kérdést, vagy azt mondja, mint Kósa Lajos, hogy nem Stróman az édesanyám. Tehát ez a kettő lehetőség van. De azért mondom, hogy erre a reflektációra mit mondanak, hogy hát a vejem nem én vagyok, nem rólam van szó. Igen, és az após nyilván semmilyen szerepet nem játszik abban, hogy fideszes önkormányzatok rendszere mozdul meg, hogy kormánytag Lázár János referenciát biztosít Hódmezővásárhelyen a vő ismeretlen cégének, és nyilván azok az önkormányzatok, akik meg anyagilag bajban vannak, és nem tudják az önerőt megfinanszírozni, annak a miniszterelnökség egyébként kipótolja úgy összességében 1 milliárd forint értékben. Tehát itt rendszer szinten mozdul meg a korrupció, amit nyilván nem Orbán Viktor veje irányít, hanem a maffia feje, ő pedig maga Orbán Viktor. Uraim, köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. Önöknek köszönöm a figyelmet, legközelebb is tartsanak velünk, viszontlátásra!